Most nagyon szép a szemöldököm, csak meg kell dicsérjem a saját szemöldökömet. Tökre egyformára sikerült kiszedni. És megrajzolni. Úgyhogy sok-sok hónap szenvedése és tépkedése után. Most gondoltam, bejelentem. Ja, és hogyha néha láttok, hogy fúj a szél a hajam. Az azért van, mert ott van a ventilátor. És be van állítva egy ilyen beach mód. Tehát tengerpart mód. Mert az azt csinálja. Nem tudtam, hogy van ilyen rajta, de most ezt kipróbáltam. Ez kicsit idegesít, de mindegy. De most ez így marad. Hogy fúj a szél, a szelet, a szélt, egyesen, egyes pördületen, aztán hirtelen, mivel beach-en vagyunk, most kettesre váltott, és most leállt. És most megint egyes, aztán majd megint kettes, mert néha egy kicsit olyan lágy andalogva, fú a szél, aztán mi orkán, most orkán, aztán megint egyesre vált. Aztán megint kettes, vagy nem tudom, vagy egyes, kikapcsol, amikor csak úgy kedve támad, egy össze-vissza csinál dolgokat, most kikapcsol. Most megint egyes. Na mindegy, értitek a lényeget? Beach van, érted? Olyan beach van, hogy első észre, de olyan meleg van, majd lerohadok. Úgyhogy csak ezt gondoltam, előre egy kicsit beszélek egy pár percet így, mielőtt még elkezdjük ezt a csodálatos, fantasztörpikus játékot. Jól vagyok. Nem annyira akarok ezzel játszani. Help me! Help! Felkavaró lehet, azt mondja. Ha! Ki hinné? Na! Jó van. Folytat. Ej! Nem akarom. Elfőtt a... Elfőtt a kávé. Ja, és közben van állítva, hogy ilyen... be van töltve víz, és akkor a vizet kicsit permetezze, hogy hűn... Ennyi. Ezt mind akartam elmondani. Igen. Ez mind. Ez mind? Igen, ez mind. Igen. Nem akarom ezt a játékot. Tehát... Azt megtudtuk, hogy... Júj, mi volt az akadás? Megtudtuk, hogy... Nagyon hangos ez a játék. Lehet, hogy... Nem a procira kellett volna bíznom a felvételt, hanem a videókártyára. Mint ha kicsit akadt volna. Nem tudom, hogy ti ezt észrevettétek-e. Bár a proci se kaka. Lehet, hogy egy i9-re kell váltani. Vagy egy i7 tizedik generációra. Csak 8. generáció van benne. Csak. Vagy csinálni kell egy streamer gépet mellé. Csiliárdos, csiliárdos tervek. Na mindegy. Én ezt a felvételt már meg nem állítom. Na de. Tudom, hogy a nőnek szerezni kell akat, éreztétek? Vagy láttátok? Na passz meg. A nőnek szerezni kell tejját. Oké. Skulcs, 2 kazi. Én nem akarok itt lenni. Amúgy. Na, ide nem akartam fölmászni, de most fölmászunk. Ha még egy akadást meglátok, akkor látjuk a felvételt, azt akkor... Ugye a proci... Amúgy meleg is van a gépnek, szerintem tuti. 35 fok van, tesó. Beragadt valószínűleg a megfelelő eszközök ki lehet feszíteni. Ezt itt nem tudod használni. Hát akkor... Jó. Ahol van. Mi? Ezek a videókák? Mindegy.
Recseg nekem majd a nő. Hát itt a beach-en vagyok. Tehát nem fogok idegeskedni. Annyit tudok, hogy ó, hogy szikadjon rád a mennyezet, te szembrutyvadék. Ja, hát persze, ezt el is felejtettem, hogy ott nem működik. Most megint hol a jó Isten tevenyergébe? Aha. Vagyok. Ja, itt ilyen izébigyók vannak, nem érdekes. De megjettem attól a retek babától. Jó, neki. Na! Csávó ideges. Hát mit idegeskedsz? Hát én vagyok itt ideg. De. Ja. Tef. Oké, oké, ez tök pucér. Hagyd, nem így, hogy micsoda! A látványra be kell vennek egy gyógyszert. Basz meg, de meg ilyen... Szugykodik. Basz meg. Most... Az a bajom, hogy... Az a bajom, hogy... Hogy a jó... Nem tudom. Nincs egy térkép. Nincs. Bazd meg. Most nem. Jól van, na nyugodjál már meg. Nem csipog. Bevettem megint a gyógyszert. Ez mi? Tea. Az fasza. És akkor... Nem tudok arra menni. Mi? Forró vizet tartalmaz. Jó, és akkor most valahogy meg kell találni a teát. De nem hiszem el. Hogy kell visszajutni oda? Hogy jutottam egyáltalán ide? Nem emlékszem. Faszom. Nem emlékszem. Ha szüljek, sőt, de nem emlékszem. Tehát átjöttem egy ilyen lófittyen? Vagy mi? Nem ért. Átjöttem egy ilyen tükrön. Tükröm, na mondom meg nékem. Ki a vagány legény itt ezen a vidéken? Bejöttünk ide. Azt arra nem lehet menni, mert gondolom arra kéne majd tovább menni. Természetesen, csak hát nem lehet, mert miért is lehet. Hát én ezt nem értem. Ott izé volt. Nem lehet. Nem akartam gyógyszer... Hallod, ez miért ilyen hülye? Szerinted... Hová tűnt? Van... Hát ez... Az most mit... Mi...
most lebobtam. Az mi a... Megfelelően működik? Hát a faszt működik megfelelően. Ja. Tudtam ám. Amúgy. Hát... Houston, hát tök nagy baj van. Már csak azért, mert nem tudom, hogy... Menj már innen. Hogy hol jöttem keresztül. Hadd a zsibbad a lábam. Be vagyok... Nem tudom. Leugrunk a lukba. Mik leszünk mi, Roger New? Így? Leástunk Kínáig. Lélegzés. Lélegzés? Lélegzés! Hello. Bring me my child. Jó van. Ja! Ó. Mindenhol azokat a képernyőket átváltott ez a bígyó. Ja. Na, én nem megyek. Fel kell menni az emeletre. Passzalak! Meg. Hát egy kis... Lehet, hogy azért, mert itt még nem voltam, azt nem töltött be a... jobb lett volna, hogyha izére rakom. Tényleg itt volt egy doboz. Mi te aló faszkeverék. Átpad a teás. Ó, nyalnád meg! Némi különleges teát. Ha! Megint ott recseg az ajtó előtt, azt le fog késeni. Na most mit csinálja? Hagyjam, hogy késeljen le? Másodperc. Az anyádat nincsen bícs! Vagy nem tudom, mi van. Abba kér neked olyan bícset. Megoldottam a bícs kérdést. Ha közelebb megyek, kinyitom az adatot, lesz. Ezt le fog késelni. A picsába. Tutilek. Na, mindegy, nem lehet elmenteni? Nem. Jó. Tegyük fel a lekéssel, akkor már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Az azért vicces, mert le kéne mennünk a lépcsőn. Ezt lekésed a picsába.
Jó van, akkor nyomorodjál meg. Szomorodjál le! Te. Na várj, mi van, ha futunk? Futunk. Most csengettek. Mi van? Jó van. Szomorodjál le. Szomi. Jó van, nem. Egy csak leérkeztünk. Jó, akkor egy másik lukon mentünk. De melyik lukon? Ó, basztikuli. Van itt annyi, mint Roger nyúlnak. Nem ez lesz szerintem. Recsegősvén. Ja. Nem tudom, hogy ez lesz-e, de remélem. Hát. Most hol a... Most... Ja? Hogy mi a jó Isten gyere lette? Hogy mi van? Oké, és parancsolsz? Nem tudom, mit kell odarakni, de... Ilyet nem láttam. Olyan van. De olyan is. Mindegy. Erre hívnak telefonon. Természetesen, hát... olyat kell... Jó, megmondom. Olyat kell... felrakni. Ami még nincs fent. De ott is van olyan, ami ott van. Jaj, Isten! Jaj, Csibi! Hallod, úristen! Kutya! Mi bajod van? Megnyolta a lábam. Ah, hideg volt! És nedves. Mi van, Csim, papa? Ti nem lehetek nagyon cuki. Mi van, Bi? Így. De raktam magam meg a kis ágyát, hát ha nem kiabálok, nem ijesztem el. És, de amúgy fél a, hogyha játszok, úgyhogy... Én nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Itt valami rejtély van. Hát ez csak ugyanolyan van. Szóval... valami támpontnak lennie kell, nem? Hol van, illa kőzöm sincs. Mindegy. De majd szerintem visszajövünk. Gyere csak. Látok. Mindjárt csak. Azt mondja, de fölrakom. Ja, nincsen. Tessék.
Ott nem tudom, lenne valamilyen minta, de ebben a szobában nem látok mást. Minta? Milyen minta? Milyen minta? Miről beszélgetünk már megint? Gyere csak velem. Pedig mind különböző. Mekkora jó lett volna, ha eltalálom, mi? De kár. Picsába. Ja, egyébként valami mintát kell követni. Elméletileg. A flőfittyem sincs. Hogy mit kell csinálni? De én már ez a ház, ez mennyire tele van konkrétan mind. Minden fassággal lesz. Na most már másodjára csöngetnek, úgyhogy... Hey! Hey! És miért beszélek mindig így? Valami kiváltja! Cunna dolgok történnek. Cunna. Valószínűsítem! Ide nem kéne bejönni. Meg fogok halni. Akartam. Miért kellett bejönnöm? Ebbe a szobába? Édes jó Isten. Találtál egy hátborzongató verset. Az örökkévaló álom örvényében a ködös látású kétoldalú hold ártatlanul leheveredik a bűnös árnyékában. Hát ez nagyon jó. Nem akarom én ezt. Nem akarom. Én az akarok menni. Én csak zsivád az a megyek. Mi? Ez a fogantyú, ez... Ez nem a... Izéhez van az a...
vagyok tojva. Utálom ezt, gyűlölöm. Miért vajsz? Szemet ábrázol. Ilyen szemet. Holdat? Azt akkor oda kell menni, őket fel kéne gyújtani, vagy... Pillangó. Na baszki. Majd engem fognak felakasztani. Egy árnyékot ábrázva, persze a luvnyát. Én felakasztom magam. Halál. Basza. Hát ezt szerettem. És akkor most... Esküszöm. Ki vagyok az életől. Nem tudom. Nem tudom, mit kell csinálni. Hát megőrülök. Hát de tényleg. Aha. Nem hiányzik. Itten van. Oho. Itt kurva nagy bajok lesznek. Én ezt most megmondom. Én. És elnézést, hogyha akadt a játék néha. Azt én nem szoktam hozzá. Úgyhogy legközelebb ma a videókártyára fogom rakni, hogy... felvegye a videót, most azt hittem, hogy a proci az... Bár nincsen 100%-a, nem is így, na mindegy. És akkor most, hogy mindent kinyitottam, most nagyon csodálatos. Olyan jó, hogy el nem hiszi az ember, hogy... Hogy keveredek mindig ilyen balhékba? Tudod, nem, hogy keveredek ilyen balhékba? Elmondom nektek, hogy keveredek ilyen balhékba. Úgy keveredek ilyen balhékba, hogy süttyó vagyok. Tehát, hogy őszintén megmondom, hogy extrém süttyó vagyok, mert hogy, hát nézzük már meg ezt a lukat, vagy ó, menjünk izébe ezen a kitört tükrön, ami egy másik világba vezet, ez tök jó buli. Persze, egy normális ember pont így fog reagálni. Állam örvényében, azaz a halál, a ködös látású kétoldalú hold átlanul leheveredik a bűnös árnyékában. Nem értem. A versnek köze van hozzá. Tehát... bűnös, meg árnyék, meg... valami két hold, és akkor leheveredik a sötét árnyékában, vagy a bűnös árnyékában, milyen bűnös. A szemet ábrázol, és akkor... nem kéne felgyújtani, vagy... tessék. Nem. Pedig én azt hittem, hogy fel kell gyújtani. Gondolkozom. Ezt meg kéne oldani. Amit csak csinálni kell, az összes kinyílt, ugye? Ez meg meghibásodott, tehát... van egy olyan sejtésem, hogy ezzel... lehet, hogy kezdeni kéne valamit, vagy nem? Vissza kéne rakni a tetejét, vagy rá kéne húzni? Nem. Hát akkor... kinyomhatod a gyökömet, de nyomorék. Nem tudom. Hát gebedjek meg, nem tudom. Na várjál, akkor a... holdat nem szabad esetleg kivilágítani, vagy minden, nem tudom. Mert a hold
a legszélső, elméletileg a bűnös árnyékában. Most csak úgy gondolkozom. És ezt nem kellett mindent kinyitni. Itt volt a hold. Az örökkévaló álom örvényében a ködös látású két oldalú hold átlaton leveredik a bűnös árnyékában. Szóval a ködös látású két oldalú hold. Tehát a látásosat is talán le kéne szedni, az árnyékosat, a szemet, és álom örvényében. Arra gondoltam, ugye, hogy most ugye azokat elsötítettem. De mi van, ha nem azokat kell? Nem azokat kell megfényelni, és a többit meg sötéten hagyni. Csak egy tipp. Ráfordult a karakter. Mi történt? Ó, Istenem, már megint van valami. Hát megőrülök! Hello. Oké. Viszlát. Ja! Ja. Ez nagyon jó. Mi van ezzel a házzal? Csém, nem hiszem. Oh, persze, természetesen. És kész az új szobát! Persze! Gyere, mutatom! Mi van, hobbit lak? Ha rám baszta az ajtót. Vágod! Csihagyjál le! Mert... Jó van akkor. Ne... Ne szivass már. Hol volt? Meg fog ölni. Nem találom, hol van. Most gondolkozok, hol van a konyha? Ahol a lúvnya ül, hogy berakjam neki azt a nyomorék, azt a... ginzeng tejáját, érted? Megörülök. Valaki segítség, leköptem a monitort. De már fel is száradt, olyan meleg van. Na! Ez kemény. Vagy csak... Itt is le... Vegyed már be a... gyógyszert, mert... Tegyük bele a lúvnya tejáját, mert... Két kezedre lesz szükség... Tudod mihez... kell két kéz? Itt a tejád! Te lihelongy! Na! Hoppá, kis cipő, na! Tessék, itt a Camilla, lenyugodhatsz! I knew it! I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth! Hogy parancsolsz? Hogy parancsolsz?
csinál ez? Hát most hol vagyunk? Berakott minket a sütőbe! Azért. Találtam egy csillagot. Nem lehet menteni, hát ezt nem hiszem el. Ez katasztrófa volt. Ideges is. Az idegességtől vakarózom, baszki. Alapból szoktam az ekcióm miatt, de... Idegbe gyűjtem. Na. Jó van, hát innen fogom szerintem, sőt, biztos innen fogom folytatni, mert ezt így most ebben a izében nem. Tehát a procit azt engedjük el. Úgyhogy... én nem fogom folytatni nektek a következő részt, úgyhogy remélem tetszeni fog, úgyhogy... nem tettek mást. Sajnos ez így nem mehet tovább. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy végignéztetek, remélem annyira nem volt olyan durván zavaró. Most kipróbáltam egy másik módszer, de hát nem jött be. Úgyhogy ennyi lett volna. Találkozunk legközelebb, és köszönöm, hogy megnéztétek. A Discord egyébként hamarabb jelez, mint a YouTube, úgyhogy esetleg érdemes azért oda becsatlakozni, ha gondoljátok, ha nem, őse kavics. Azt viszont megköszönném, ha még nem vagy feliratkozva, és tetszett a videó, és esetleg böngézel a csatornán, akkor feliratkoznál esetlegesen, illetve persze csak, ha szeretnél. Továbbá, hogyha még szeretnél egy hasonló videókat látni, és fel vagy már iratkozva, de még nincs megnyomva a kis csengőgomb, akkor érdemes azt is megnyomni, hiszen csak akkor küld neked a YouTube értesítést arról, hogy bármit feltöltöttem, de a Discord szerver akár ezt is kiválthatja, de ahogy gondoljátok, úgyhogy találkozunk legközelebb is, jók legyetek, szomorúvá váltam, kicsit, de azért, sziasztok!